Tavaly novemberben tették le a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Sportakadémia alapkövét Sukoron. Az építkezés zajlik, de addig is, míg a komplexum falai kinőnek a földből, az új intézmény komoly szakmai munkát végez, és edzi, képzi az akadémistákat, neveli a következő sikeres generációt, akik előtt a névadó olimpiai és világbajnoki érmekben is bővelkedő pályája lehet a példa. Ősszel kicsit átalakultunk, a sportszakmai igazgatónk Betlen Falvi István új alapokra helyezte a működési formánkat. Úgy érzem, hogy 90%-ban megtaláltuk azokat a szakembereket, akik a gyerekekkel együtt dolgoznak, életkoruknak megfelelően végezhetik a napi edzéseket. Tényleg rengeteg gyerek jelentkezett az elmúlt hónapokban akadémiánkra, hogy szeretné megtanulni a kajakkenu sport alapjait. Az akadémia és a Magyar Kajakkenu Szövetség szoros együttműködésben dolgozik. Itt két fontos hangsúly van. Az egyik természetesen, hogy a Kovács Katalin Akadémia szeretne olyan versenyzőket nevelni, olyan versenyzőket fölkészíteni, akik a világeseményeken ott lehetnek. Én hiszem azt, hogy idén már az úszó áramsi ifjúsági világbajnokságon, aminek Magyarország és Szeged fog otthont adni, lesznek Kovács Katalin akadémiás versenyzők, akik szerintem jó eredményeket fognak elérni, és én azt hiszem, hogy most a női szakágban látható átalakulások miatt, hiszen több versenyző is bejelentette az olimpiai csapatból, hogy ebben a szezonban egy pici pihenőt tart, én azt hiszem, hogy sokan innen az akadémiáról, akár a felnőtt női csapatba is be tudnak kerülni. Tehát ez egyik cél. A másik cél pedig az, hogy igenis a sportág hasznosítani tudja azt a speciális tudást, ami az akadémián létrejön. Az akadémia a környékbeli települések közül elsőként Kápolnásnyékkel épített ki jó kapcsolatot, a település iskolájával már együtt működnek, és a tervek szerint jövő szeptembertől Székesfehérváron is megjelenik első osztályos kortól a vízisport tematikájú együttműködés. Az akadémia központjául szolgáló sukorói komplexum várhatóan 2024-re készül el.